Boros Misi 2014-ben lett korcsoportjának győztese a Virtuózok versenyén. Azóta a világ számos nagy hangversenytermében tapsolt neki a közönség. Jelenleg Münchenben tanul, a Zene és Színházművészeti Főiskola végzős hallgatója. Az ifjú művész a Cantemus kórus meghívására érkezett Nyíregyházára. Szabó Dénes karnagy gyakran állítja példaként a Virtuózok versenyzőit, köztük Boros Misit is, az iskola diákjai elé. Láttuk a televízióban, hátulgombolós kisgyerekként elkápráztatott bennünket. Gondoltam, hogy egy fiatal művészt is érdemes elhozni Nyíregyházára, hogy a fiatalok lássák a perspektívát, ilyet is lehet csinálni. Másrészt meg találkoztunk korábban, és úgy tűnt, hogy egyet értünk bizonyos dolgokba, hamar megtörtént a megegyezés, azt mondta, örömmel és szívesen jön. Hát mi meg kihasználtuk ezt a lehetőséget, hogy a családi bérletbe a sok nagy tekintélyű művész után egy egészen elképesztő kis csoda gyereket is megmutassunk. Az idei hangverseny évadban sem unatkozik Misi, a közelmúltban szülővárosában Pécset hallhatta a közönség, hamarosan pedig Ausztriában lép majd fel. Gyakran játszik fiataloknak, ahogy tette ezt Nyíregyházán is, ahol délután az iskolások és szüleik, este pedig a komoly zene barátai hallhatták. Csodálatos műsorral készültem, illetve készülünk Szabó Dénes karnagy úrral közösen. Nagyon izgalmas a délutáni fellépés, ahol szinte kortársak jönnek, nálam azért már picit fiatalabbak, javarészt, akiknek egy igazi zenetörténeti túrát tartunk, úgymond. Tehát a baroktól elkezdve Bartók Bélán át érintjük Mozartot, Beethovent, de még például Lisztet is. Úgyhogy izgalmas lesz, és az esti hangversenyen pedig hasonlóképpen, lehet, hogy a szerzőktől más műveket játszom, de az a lényeg, hogy ezek a stabil szerzők, akiket említettem, ők mindenképp velünk lesznek. A fiatal zongorista hamarosan diplomahangversenyt ad Münchenben, ahol szeptembertől mesterképzésen fogja folytatni a tanulmányait. Boros Misi elmondta, hogy ősszel a Virtuózok című tehetségkutató új évaddal folytatódik, melyben a megszokottól eltérő szerepben láthatja majd a közönség.